Betonból, sőt vasból készült vízvezetékek is vannak azok között, amik a Szekszárdi Mérei utca alatt húzódnak. Ezeket cserélik ki az Erőv Zrt. Munkatársai korszerű rugalmas műanyag csövekre. Elég sok csőtörésünk volt az elmúlt 5-6 évben. Ez számszerűen ilyen 25-30 csőtörést jelent, ami befolyásolja ugye az elég nagy vízellátást, amit ez a vezeték rendszer biztosít. De nem csak itt, hanem a Babits Mihály, az Előhegy és az Akácfa utcákban is ugyanilyen fejlesztések kezdődnek. Összesen 2 kilométernyi vezeték újul meg. A beruházásoknak köszönhetően 5500 szekszárdi ivóvízellátása válik biztonságosabbá. A fejlesztésekhez szükséges pénz 2/3-át a város az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán nyerte. Mintegy 75 millió forintba kerül a projekt, és 50 millió forintos pályázati támogatást nyertünk rá. Mielőbb szeretnénk megkezdeni, természetesen a tervek készen vannak már, gyakorlatilag a közbeszélési eljárás lefolytatás után a munka megkezdhető, hát ez reméljük, hogy ősszel meg fog történni. A vízvezetékek felújítása a városnak ahhoz a csapvizet népszerűsítő augusztus elején indult kampányához kapcsolódik, aminek részeként a helyiek kulacsot vagy kancsót kapnak, ha online regisztrálnak és vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. Ahhoz az akcióhoz a regisztráció kezdete óta, vagyis egy hét alatt már közel 1000-en csatlakoztak.